beszélt, hanem ez tényleg ott van. Na, az ezüstükör próbához szintén az ezüst ionokat komplex formában kell tartani, és először egy ezüst hidroxid csapadék alakul ki. Ugye itt lehet látni a csapadékot, és az ammónium hidroxid oldatot addig adjuk hozzá, amíg ez az illető csapadék az oldószernek a feleslegében fel nem oldódik, és nem fog egy ilyen komplexet, egy ilyen ami komplexet kialakítani. És most négy különböző szénhidrátot fogunk megvizsgálni ezzel az illető próbával. Egy kicsit rázogatjuk. De még mindig kell hozzá. Ugye a glükózt azt már láttuk, a maltózt is láttuk, hogy mutatja a próbát. És az egyik nem redukáló cukrunk az a szaharóz, akinél ott láthatjuk, hogy ez a szabad glikozidos hidroxid csoport hiányzik. Na még egy kicsit. Tudnál hozni nekem egy kicsi főzőt? Hát egyszerű lesz. Ez jó. Ebben egyszerű lesz elkészíteni. Teljesen el kell szintelenedjen. Most már nagyon jól lehet érezni az ammóniát is. Jó, és most már víztiszta, még egy picit tudunk adni hozzá. Itt vannak az előkészített cukoroldatok, tehát itt a glukózoldat. Itt a fruktóz. A maltóz. És a szaharóz. És a szaharóz. Jó. Picit összerázzuk. És akkor vízfűtőbe rakjuk őket. És hogyha a reakció pozitív, akkor láthatjuk a redukáló tulajdonságát, tehát ugye az aldehid típus molekulából ezüst hidroxid közreműködésével karbonossal oxidálódik tovább, és kiváljuk a fém ezüst. Itt van egy másik formában is, ugyanez a reakció, tehát itt ugye a fémezést alá is húztuk, hogy a kimutatást láthassuk. És ha megtalálom, ezt körbe is lehet adni, itt egy előző alkalommal készült ezüst tükör. Ugye már most is láthatjuk, hogy a szaharóz
az teljesen ugye passzívan viselkedik, a glükóz az nagyon szépen tükrösödik, fruktóz is, és hát a maltóz is szép tükröt ad. Még egy picitben hagyjuk őket. És a szaharóz az egyáltalán nem mutatja ezt az illető átalakulást. Tehát ő nem redukáló cukor.